következő kísérletünk az ugráló nátrium. A nátrium az első A-oszlop féme, és mint ilyen rendkívül reakcióképes, ezért petróleum alatt levegőtől elzárva tárolják. Mi történik akkor, hogy ezt a nátriumot vízbe teszük? Mindenki látta már azt a kísérletet. Általános iskolás korában heves reakcióba kezd a vízzel. Ne vajon mi történik akkor, ha egy kémcsőbe alulra vizet helyeztünk, a víz fölé pedig benzint rétegeztünk. A benzin és a petróleum tulajdonképpen ugyanolyan kémiai tulajdonságú anyag, azaz nem fog reagálni a nátriummal, a víz viszont igen. Tisztítsunk meg egy kis darabka nátriumot. A nátrium felületét oxidréteg védi, amelyiket célszerű eltávolítanunk a kísérletek során, és a petróleumot is célszerű leitatni róla. A megtisztított nátrium szép, fényes felületű, ezt ejtjük bele ebbe a kémcsőbe. A nátrium a vízzel reagálva hidrogéngázt fejleszt, a hidrogéngáz ráragadva a nátrium felületére lecsökkenti a nátrium átlagos sűrűségét, ezáltal felemelkedik, felemelkedve eltűnnek róla a hidrogénbuborékok, ismét visszaesik, reakcióba lép a víz felületén, felemelkedik, és ez a reakció történik egészen addig, amíg a nátrium gömböcskéje végül el nem fogy. Fölül semmi változást nem kell tapasztolnunk, alul viszont a víz helyett nátriumhidroxid oldat fog keletkezni. Thank you.